Tehát Molnár Gyula az MSZP elnöke lesz az első vendégem, ahogy ezt az előbb is megbeszéltük. Bár Tamás folyamatosan arról beszélt, hogy ki az, aki hűsölni jön ma ide hozzánk, ki az, aki izzadni. Hát ha híreknek hinni lehet, akkor az MSZP-ben most elsősorban nem Molnár Gyula izzadhat, hanem Botka László. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igaz-e az, a vasárnapi hírek eredeti értesülése futott aztán szét a sajtóban, hogy eldöntötték párton belül, hogyha Botka László őszre nem hozza a várt és által egyébként ígért eredményeket, akkor megválnak tőle, mint miniszterelnök jelöltől? Igen, hát én is egy nyugodt nyári műsorra készültem, tehát hogy itt békésen el fogunk beszélgetni arról, hogy mennyire nagyon sok fontos kérdés van itt körülöttünk. Nagyon egyértelmű és világos választ tudok mondani, ez nem igaz. Én arra tippelek, hogy Botka László megjelenése az, hogy 96%-kal miniszterelnök jelölt lesz. Az, hogy politikai értelemben elfoglaltuk azt a sávot, ami réges-régen hívogatott minket, tehát egy ilyen markáns baloldali programmal előálltunk, ez jól láthatóan sokakat zavar. Ezért azt látom, hogy újra megjelent az, ami az elmúlt 3-4 évben, mióta én elnök vagyok, ez hál' Istennek elkerült minket. Tehát, hogy magát megnevezni nem kívánó MSZP-s források, vagy valamilyen jól értesült ember azt mondja, hogy ez vagy az a döntés megszületett. Nincs ilyen döntés, nem szabunk határidőket, de azt ténylegesen én magam is mondtam mindig, hogy az építkezési időszaka jön, meg kell tartanunk, meg kell erősítenünk a meglévő szavazóinkat. Ezek a számok egyébként nem biztatóak, de nem is tragikusak, és hozzá kell szerezni további 800 000-1 millió szavazót, hogy érdemben úgy tudjunk ráfordulni a választásra, hogy legyen esélyünk. Szerintem erről szól most a dolog. Nincs tehát baj, nincs belső válság, dolgozunk nagyon sokat. És ha össze nincs meg a 800 000-1 millió plusz szavazó, 800 000-1 millió? Akkor dolgozunk tovább, tehát a választás az 2018 áprilisban van. Ez egy olyan célszám, amiről majd nyilván Ceglédi Zoltánnal hosszabban lehet beszélni, hogy mit csinál most a Fidesz, és érdemes erről is beszélnünk ugye a tanapi beszéd kapcsán, hogy valójában új szavazókat nem akar megszerezni, hanem a meglévőket akarja stabilizálni. Ez 2 millió 1 a mi elemzésünk, a mi becslésünk szerint. Ez azt jelenti, hogy ha van egy intelligens együttműködés az ellenzéki pártok között, az MSZP maga egy nagyon erős 1,5-2 millió közötti szavazóval rendelkezik, akkor van reális esély annak, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Ezen fogunk dolgozni. Botka László a miniszterelnök jelölt, és még egyszer mondom, nincs ma olyan, amit próbálnak valamilyen módon a sajtóból ránk erőltetni, hogy itt, mint hogyha belső viták lennének már is. Ja, amivel a Fidesz a sajton keresztül most még, hát úgymond üti Botka Lászlót, az az eddigi Rolex és nyaralás és terepjáró ügyek után a szegedi parkolási ügy, ez árt a jelöltjüknek és árt a pártnak? Ez az a taktika, amit úgy látom mindig megpróbálnak, tehát egyfelől ugye hergelni a saját szavazóikat, másfelől pedig az ellenfeleket lejáratni. Én elképesztőnek gondolom azt, hogy valaki 16 éve polgármester, kiválóan végzi a dolgát, fejleszt egy várost, és addig-addig turkásznak, amíg találnak egy olyan történetet, ami szerintem épesző ember nem gondolja komolyan, hogy ez egy valóságos ügy. Ugye azt nem tudom, hallotta-e tegnap, hogy például az ügyészség maga is kap ingyenes parkolási jegyeket. Egy város működésében az, hogy a polgármesternek, a polgármester közvetlen környezetének van arra lehetősége, hogy kedvezményeket adjon a parkolás területén, ez nem úgy nem bűncselekmény, szerintem a város normális működésének a része. Nagyon mondva csináltnak érzem ezt a történetet, és azon is el kell gondolkoznunk, hogyha figyeli, hogy nem azt támadják, hogy mi azt mondjuk, hogy tegyünk igazságot Magyarországon, nem azt támadják, hogy mi azt mondjuk, hogy a legnagyobb baj Magyarországon az egyenlőtlenség, hogy 4 millió szegény lett, hogy az oktatással mi van, hanem megpróbálják a jelöltet magát lejáratni, szerintem nagyon gyenge dolgokkal. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz fél Botka Lászlótól, mi ezt így fejtjük meg, Botka Lászlót erős szereplőnek gondolják, alkalmasnak arra, hogy leváltsa Orbán Viktor. Említette az előbb Orbán Viktor legfrissebb beszédét, és hát abból egyértelműen kiderült, hogy bár elvileg elküldte nyaralni a képviselőket, de gyakorlatilag brutális kampány lesz, senki nem fog igazán nyaralni. Hogy lehet erre felkészülni? A brutális kampány az szerintem az ő szájukban az egy fenyegetés, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag korlátlan erőforrásokkal, korlátlan lehetőségekkel valószínű dőlni fognak mindenhol, óriás plakátok, különböző médiafelületek, és az is látszik, hogy elővették azt a csodafegyvert, amit, ha jól értünk, amerikai tanácsadók mondanak nekik, ami arról szól, hogy nem az a feladat, hogy a saját értékeimet bemutassam, hanem sokkal inkább az ellenséget definiáljam precízen. Megmondom őszintén, nekem egy kicsit már ez kínos, ami történik, tehát tényleg amikor a kutya itt forog körbe és megpróbál elkapni a saját maga farkát, ezt érzem. Nem hiszem el, hogy van Magyarországon épesző ember, aki ezt a nemzeti konzultációt komolyan vette. Ha valaki ezt a kérdést megnézte,
az egyszerűen látja, hogy ez egy akkora álságos hazugság, hogy nem is hiszem, hogy létezik bárhol, bármi a világon, és az, hogy megfenyegetné a magyar embereket azzal, hogy valójában a 86 éves ember tőlünk több ezer kilométerre maffia államot épít itt a hátunk mögött, és itt van ez az erős, bátor ember, aki majd meg fog minket védeni, ez szerintem borzasztóan kínos. Ez annyira azt érzem, hogy lenézik az embereket. Nekünk az lesz a feladatunk, hogy ez a nemzeti monológ helyett próbáljunk meg ténylegesen az emberekkel beszélni. Most nyáron ezt fogjuk csinálni, tehát falujárásokat is fogunk tartani Botka Lászlóval. És tényleg arról kéne most már beszélni, hogy miért nincs kormányzás Magyarországon. Miért csak azzal foglalkoznak, hogy mit lehet ellopni. Miért nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik az egészségügyben. Miért hazudoznak azzal kapcsolatban, hogy a kórházak bezárnak, vagy nem zárnak. Speciál most mondta az illetékes államtitkár, hogy 221 milliárd plusz forrás érkezik az egészségügybe. Igen, csak azt soha nem tudjuk megmondani, hogy ilyenkor mire megy ez a pénz. Ez általában szoktak csúszkálni itt a számok. Először is nem tudjuk, mennyi a hitelállomány, mennyi az adósság, mennyi ebből az olyan fejlesztési pénz, aminek tudjuk, hogy jelentős része eltűnik. Itt ha 221 milliárd a bérekbe és a működésbe menne, akkor azt gondolom, hogy az látványos eredmény lenne. Egyébként a mi becslésünk szerint kb. 450-500 milliárd forintot vettek ki az elmúlt években az egészségügyből, és ne mondja nekem azt bárki, hogy ebben az országban ki lehet állni úgy az emberek elő, hogy nem süll a képéről a bőr, és azt mondja, hogy európai színvonalú egészségügy van Magyarországon. Ez Kövér László és Semmén Zsolt volt, aki ilyeneket mondott elsősorban. Tehát... Bocsánat, ők világszínvonalat mondtak egyébként. Igen, hát az akkor nagyon jó. Egyszerűen nem értem, hiszen minden ember volt, van, vagy lesz beteg, vagy a családjában volt, van, lesz beteg. Miért gondolják azt, hogy az emberek, amikor bemennek a kórházakba, akkor nem látják a valóságot? Miért nem értik azt, hogy az emberek pontosan tudják, hogy akinek nincs pénze, aki nem tudja megfizetni, az nem jut hozzá, nem hogy világ, nem ugye európai, hanem lassan most már balkáni színvonalú egészségügyi ellátáshoz sem. Mi erről fogunk beszélni a következő időszakban. Nagy kérdés, hogy az emberek ezt el fogják-e fogadni. Hát ráadásul közben az most már látszik, hogy nem csak Soros Györgyöt, de önöket is, és az ellenzéket is stigmatizálja és kriminalizálja kifejezetten a miniszterelnök. Úgy beszél önökről, meg persze őróla, meg mindenféle civil, politikai networkökről, mint maffia hálózatok. Igen. Azt gondolom, hogy ha nagyon lecsupaszítjuk, pontosan látszik a taktika. Az ellenségkép felállítása, a saját bázis hergelése. Én ezt nemzeti konzultációt is tegyük hozzá az orosz szerveres hátteret, amit szép csöndbe itt megpróbálnak elfelejtetni, de mi azért mindig ezt a kérdést föltesszük, hogy hol vannak az adatok. Tehát Péter Falvi nemzeti konzultációnak a mögötte szerverén találtak egy olyan kódot, ami Oroszországba továbbított adatok. Így van. Tehát, hogy azt jól nem tudnunk, hogy hány magyar ember adata került ki, és eznek mi a későbbi felhasználása. Szerintem az látszik, hogy a taktika arról szól, hogy saját maguk bázisát felhergelni, összerendezni, újra regisztrálni, elvinni, szavazni, a Jobbikot lázasan bent tartani abban a sávban, hogy nem tud nemzeti kérdésekkel érdemben foglalkozni, és valóban, ahogy ön mondja, minket pedig bent tartani abban a lázas állapotban, hogy egymással foglalkozunk, és ne az ország dolgaival. És igen, mi azt látjuk, hogy van egy ilyen kampánytechnika a világban, amikor az emberek rosszabb ikényére próbálnak meghatni valamilyen formában. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy Magyarországon ma ez a politikai kultúra meghonosodik, ráadásul ez a miniszterelnök és a kormányzó párt szintjére emelkedett. De van ennek ellenszere? Szerint? Én most próbáltam ezt tanulmányozni, nem akarok belemenni, mert ez túlfeszteni a műsor kereteit, de többször verték már meg Amerikába ezt a fajta kampánytechnikát, csak az a különbség, az a probléma, hogy ott vannak hozzá eszközök, és van olyan média, amelyik ezeket tárgyilagosan képes a pró és kontra érveket előállítani. Amikor Magyarországon 94-95% a média ma már médiának nem szabad, nem független, jelentős részben ugye pártpropagandát folytatnak, akkor borzasztó nehéz lesz az ellenzéknek a szerepe, vagy a lehetőségei nagyon-nagyon korlátozottak lesznek. Meg fogjuk próbálni, egy lehetőség van, minél több emberrel találkozni a kampányban. Varga Mihály is beszélt most ugyanazon az eseményen, ahol a miniszterelnök, és ő pedig az önök korábbi teljesítményéről beszél. Azt mondta, hogy ahhoz képest, hogy most micsoda gazdasági előretörés van, a szocialista kormányok alatt azt tekintették sikernek, a hitelt vettek fel, vagy amikor az állami vagyont értékesítették, felsorolta a MOL-t, a Malévet, a Repteret példának. Mi, mármint a Fidesz, azt tartjuk sikernek, ha több munkahely van, ha elkerültük a csődöt, leépítettük a hitelállományt, törekedtünk arra, hogy az állam addig nyújtózkodjon csak, amíg a takaró ér. És még visszavásároljuk a stratégiailag fontos vagyont szemben önökkel, akik meg eladták.
Nagyon-nagyon vicces az, hogy 2017 júniusában mindig arról beszélnek, hogy 2002 és 2010 között mi volt. Ugye az első 4 év arról szólt, hogy az elmúlt 8 év bűneit próbálták meg felsorolni. Nagyon-nagyon érdekes lesz, most nem akarom értékelni a saját magunk teljesítményét, de nagyon-nagyon érdekes lesz az, amikor pár évtized múlva az utódaink rá fognak nézni a 10 és 18 közötti Magyarországra, milyen történelmi felelőssége van Orbán Viktornak és kormánynak, ebben Varga Mihálynak is, hogy gyakorlatilag virtuális munkahelyeket teremtettek, és nem valóságos termelő munkahelyeket, hogy egy nagyon komoly uniós támogatás időszakában nem olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelyik Magyarországot egy másik dimenzióba helyezhetné Európába, amelyik egy ténylegesen egy növekedési pályára állítaná, hanem kövekbe tették, ráadásul ezek gyakran stadionköveket jelentettek. Én azt fogom gondolni, vagy azt gondolom most, hogy az elszalasztott 8 évként fogja megélni Magyarország azt, ami 10 és 18 között van. Tele van virtuális eredményekkel, a gazdasági növekedés jelentős részben az uniós forrásokból következik. A munkahelyi adatok pedig arról szólnak, hogy a külföldi munkavállalók egy részét ide számolják, hogy a közmunkásokat, amik persze valahol egy szociális ellátórendszer részeként értelmezhetők, de valódi munkahelyként nem, és ezekkel kozmetikázott adatokkal azt állítják, hogy Magyarország jobban teljesít. Közben pedig ez egy virtuális eredmény, nem jövőt építettek itt, hanem bizonyos szempontból egy kozmetikázott adatokkal megpróbálnak pozíciót szerezni maguknak. És nyilván sokan azt gondolják magukban erre, hogy na de hiszen uniós pénzek jöttek már a szocialista időkben is. Igen, ez kétségtelen. Nem is azt mondom, hogy az ezzel a baj, hogy ott jöttek, itt is jönnek, és akkor ez valamifajta különbség. Nem állítom azt, hanem azt állítom, hogy volt egy gazdasági esély, növekedés. Azért ne felejtsük el, sokat kritizálnak minket, de mégis egy világgazdasági válság közepén kellett valamifajta válságintézkedéseket meghozni. Ez nem kellemes dolog, ugye én is akkor parlamenti képviselő voltam. Most pedig azért egy stabilabb gazdasági helyzet van Európában, egy növekedés van a világban, egy lényegesen jobb gazdasági klímában, plusz még az EU támogatások. Ehhez képest mondom én azt, hogy nem éltek azokkal a lehetőségekkel. Ezt most nagyon nehéz lenne elmagyarázni az embereknek, mert a számok azok tényleg azt mutatják, hát pedig ezt kell elmagyarázni ezt az embereknek. Elmagyarázni. Erről fog szólni részben, erről is a kampány? Igen, azt mondom, hogy ezt fogjuk elmagyarázni az embereknek. Azt fogjuk elmondani, hogy ebben a 7 évben 3 millióról 4 millióra nőtt a szegénység. Azt fogjuk elmondani, hogy szándékosan azt gondoljuk, hogy az embereket butának akarják tartani, tehát nem akarják a nyelvtanulást fejleszteni, nem akarják az oktatást fejleszteni, az egészségügyet sem fejlesztették. Tehát azt fogjuk elmondani, hogy az alapvető kérdésekben nem történt semmi Magyarországon. Egy mit tudnak elmondani úgy, hogy ez el is jusson valahova? Ebben nyilvánvalóan kardinális kérdés, hogy köztérre, óriás plakátoknak ki mit tud kitenni, és nyilván a nézők is pontosan emlékeznek rá, hogy volt itt egy húzavona az elmúlt napokban, hetekben ennek kapcsán. Az MSZP majdnem megegyezett, aztán Botka László közbelépett mondván, hogy semmiféle alkú nem fogadható el a Fidesz-szel, visszavonták a javaslatukat, de a Fidesz végül alkotmányellenesen ugyan valószínűleg, de áterőltette azt, amit akart. Most így utólag visszanézve a történtekre, jól jártak azzal, hogy kihátráltak ebből? Megérte, vagy járhattak volna akkor már sokkal jobban, hogyha sikerül megállapodni egy önök számára, meg az összes ellenzéki párt számára a kampány alatt kedvezőbb helyzetben? Szerintem tegyünk ide egy digitális jelet, mint amikor az ember olvassa a könyvet és behajt egy oldalt, majd a végén visszatérünk ide, amikor tudjuk már, hogy a grófnőnek ki a titkos szeretője, csak itt még ugye nem sejtettük, és nézzük majd meg egy év múlva, hogy a kampány időszakában... Bocsánat, a grófnő, a Simicska Lajos? Hát most képletesen azt mondom... Igen, tehát hogy ki kivel van, itt most még csak sejtjük azt, hogy itt vannak titkos szeretők a háttérben. Nézzük majd meg 3-4 év múlva, hogy kik voltak ezek. Én ma azt mondom, hogy egy tisztességes, korrekt dolgot akartunk, de olyan csatazaj volt, egy olyan helyzet volt, amikor nem lehetett átkeretezni a politikát. Egyértelműen helyes döntést hoztunk, egyértelműen fontos az, hogy Botka László ezt így személyesen be is vállalta, mert nem lehetett volna érdemben azt elmagyarázni, amit én is megpróbáltam itt önnél, ha emlékszik, hogy mi egy olyan javaslatot tettünk, ami arról szólt, hogy se Simicska, se Habony. Most, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítenek a dolgot, akkor mi Simicska Lajos üzleti érdekeit védtük ebben az ügyben, aki jól láthatóan a Jobbikkal egy nagyon komoly megállapodásban van. A Jobbik érdemben nem is cáfolja ezt a történetet. Emlékezzenek vissza, az olimpia alatt idegbajt kapott egész Magyarország attól, hogy minden aranyérem között dőlt ránk a Brüsszel kék hirdetések és a plakátok az utcán. Ezeket lehetett volna megakadályozni, kivettük volna a plakátokat gyakorlatilag a 2018-as kampányból azért, mert ebben erőfölényben van a kormány, és egy konkrét vállalkozó, pedig úgy tűnik, hogy egy konkrét párttal fog megállapodni. Ez azt jelenti, hogy 2018 plakátkampánya az nem lesz hozzáférhető a pártok egy jelentős része számára.
És én azt is elmondtam, hogy benne van a pakliban az, hogy a Fidesz 50%-kal átviszi, vagy addig fogja ezt nyomni, amíg esetleg valaki mégiscsak betegség miatt nem tud esetleg ott lenni. Megcsinálták ezt a dolgot, szerintem bizonyos szempontból saját maguk számára is kedvezőtlenebb döntéseket hoztak. Utólag azt mondom, hogy nem mehettünk volna el úgy nyárra, hogy bármilyen szempontból ezzel a kormánnyal együttműködő MSZP-t látnak az emberek. De most azt is mondta az előbb, hogy ön részben azért is akart megállapodni, mert előre sejtették, hogyha nem állapodnak meg, akkor végén a rövidebbet húzzák, mert valamilyen módon úgyis át fogják nyomni? Ugye azt gondolom, hogy amikor a megállapodás szót használjuk, akkor mindig nagyon, nagyon rossz hátsó zöngék vannak. Mi végig azt mondtuk, hogy próbáljunk olyan javaslatot tenni, ami mindenki számára elfogadható, és ezt a területet próbáljuk meg korlátozni, szabályozni, hogy se a kormány, se álcivilek, se ifjúsági szervezetek közpénzből semmilyen formában ne kampányolhassanak. Ez volt a javaslatunk, nem volt rá esély, hogy a tartalmi vitát lefolytassuk, ez maradt az, hogy a Fidesz-szel együtt vagy külön, egyértelmű az a kérdés, hogy a Fidesz-szel nem fogunk együttműködni semmilyen formában. És Gyurcsány Ferenccel, mert ugye a DK bejelentett, hogy elkezdték a kampányukat, felkészítik 106 egyéni körzetben a jelölteket, de arra várnak azóta is folyamatosan, hogy vissza tudjanak ülni a tárgyalóasztalhoz, ők szeretnének megállapodni. Miközben Botka László mindig elmondja, hogy Gyurcsány Ferenc személye ennek az akadálya, ezt ön is így látja? Azt hittem, hogy a tegnapi bejelentésre kérdez rá, hogy már szinte meg is állapodtak az lenne a következő. A papírról. Akkor kezdjük azzal, azt akartam mondani, hogy én is keresem azt a postást, akit meg tudnék harapni, hogy bekerüljek a bulvár médiába. Ez ilyen szintű hír? Én valamiért úgy érzem, hogy egy picit most már akkor kéne szólni, hogyha ténylegesen van valami, amiről tudunk beszélni érdemben. Nem kéne ezt a dolgot ebben a formában fenntartani. Bocsánat, akkor most azt válaszolta a kérdésemre, hogy Gyurcsány Ferenc csak egyre kínosabb, ezt így fogja. Nem. Azt akarom mondani, hogy ezt a témát ebben a formában nem kéne ilyen szinten fenntartani a Gyurcsány Ferencnek, mert azt gondolom, hogy az ügy sokkal, de sokkal fontosabb annál, mint sem, hogy szabad egy ilyen szappanopera jellegű krimit előállítani. De ugye ez a krimi arról szól, hogy ő szereze bizonyítékokat arra, hogy Orbán Viktor korrupt politikus. Most azt állítja, csinálja, hogy mindjárt megszerzi. Már ott van a csinálja, majd kezében. Szerezzen, hozza be, mutassa be, és váltsuk le azt az embert, akinek ilyen esetleges ilyen bankszámlái vannak. De szerintem ennek a részleteivel, tehát hogyan jöttek a jugoszláv békaemberek, hogyan volt akkor a hörcsögbőrbe bújtatott adóvevők, ezekkel most tényleg hagyjuk szerintem az embereket, mert maga a téma lesz komolytalan a végére. Ami pedig az Botka László azt mondta egyébként erről korábban, hogyha Gyurcsány nem áll elő záros határidőn belül a valódi bizonyítékkal, de ezt ugye már egy-két hónapja mondta, mert húzódik ez az ügy, akkor távozzon a politikából, mert lenullázta magát. Ezt ön is osztja, ezt a nézetet? Én is azt mondtam akkoriban, én kevésbé erős mondatot használtam, de azt mondom, hogy először is az beszédes, hogy Orbán Viktor hallgat. Tehát Orbán Viktornak is most már ki kéne állni és el kéne mondani, de ez egy olyan súlyos ügy, olyan súlyú történet, hogyha igaz, akkor a miniszterelnöknek, ha nem igaz, pedig annak, aki ebből politikát csinált, annak kell azt gondolom levonni a következtetéseket. Ami pedig az alapkérdést illeti, továbbra is azt mondjuk, hogy 106 helyen elkezdünk megállapodni. Most még egyszer végignézzük a saját jelöltjeinket, elkezdjük helyben megnézni azt, hogy más pártokkal hogy lehet együttműködni, és az őszre azt mondom, hogy ki kell alakulni annak, hogy kinek van esélye abban a körzetben nyerni. Tehát ezt, együttműködés. Ezt fedi az a sajtó értesülés, hogy egyes körzetekben már egyezkedik egymással a DK és az MSZP? Ezt fedi az a sajtó értesülés, hogy Tóbiás József, aki ugye kampányfőnök lett, egy teljes körű felhatalmazást kapott Botka Lászlótól és tőlem, hogy mindenhol újra végigjárva nézzük meg azt, hogy mit tudunk a többi pártról, ha szükséges, akár egyeztessenek a helyi vezetők, helyi emberek, nézzük meg, hogy kinek van olyan jelöltje, aki adott esetben a mi érzésünk, vagy ha szükséges, mérjük is meg, esélyesebb lehet, mint a mi jelöltünk. Építsük alulról fel azt, amit jól láthatóan föntről nem sikerült az elmúlt hónapokban. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam.